Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Nadim vagyok, nemzetközi jósnő és médium. A mai estét velem fogják tölteni, és a következő lesz a témánk. Meg fogjuk azt nézni, hogy 2018 az Vénusznak az évét, mi várható, mi fog történni, mi az, ami az embereket meg fogja mozgatni. Az első és a legfontosabb, hogy röviden csak tömören annyit tudnék mondani, hogy az évnek a mottoja az lesz, hogy semmi sem marad régiben. Állandó változások várhatóak, állandó fordulatok fognak jönni. Hála Istennek mondhatom azt, hogy teljesen pozitív fordulatok. Tehát itt most az embereknek nem kell annyira befeszülni, nem kell félni attól, hogy úristen, jön az összeomlás, jönnek a háborúk meg, stb. 2017-es évnek a lezárásával kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, azért csatolok egy kicsit vissza a 2017-es évre. 2017-ben rengeteg voltak a problémák. Itt gondoljunk a terrortámadásokra, gondoljunk a konfliktusokra, háborúkra, mindenféle természeti katasztrófákra, rengeteg volt az időjárási probléma. Itt gondolok a földrengésekre, tüzekre, árvizekre, mindenhol valami történt. Borzasztó volt. Most a 2018-as év annyiba lesz pozitívabb, hogy hála Istennek, ez egy picikét alább hagynak. Nem mondom azt, hogy teljesen eltűnnek, de egy picit alább hagynak. Illetve az, amit még én látok, hogy olyan energiák jönnek a Földre, pont a Vénusz által, amit mindig a megoldásokat tudjuk keresni. Nem a kifogásokat, hanem mindig a megoldások fognak előtérbe kerülni. Nagyon fontos, hogy végre az ember egy kicsit tud majd örülni, kicsit vidábban tudja eltölteni a napjait. Mondhatom azt, hogy egy kicsit le tudunk majd lazulni. Nem lesz annyi befeszülés. Mondhatom azt, hogy 2018-ban kinyílik egy kapu, és a Vénusz ezeket a pozitív energiákat tudja behozni. Hát a Jupiter után a legerősebb bolygó, a vénuszi bolygó. Itt ugye, ami még ugye jellemző lesz, ugye a Vénusz mihez társul? A szépséghez, a szerelemhez, a harmóniához, a kiegyensúlyozottsághoz. Hát egy nagyon pozitív jegyekkel, jellemekkel találkozunk. Na most a vénuszi szépség, azt szokták mondani, itt egy kicsit kitérnék a nőkre. A nők nagyon sok időt fog magukra fordítani. Itt beleértve a kozmetikust, a fodrászatot, a szépészeti műtéteket, a mozgást, az egészségre való odafigyelést, a helyes táplálkozást, minden, ami egy nőhöz hozzátartozik szépülés területén. Nem mondom azt, hogy a férfiak erre nem fognak időt fordítani, mert a férfiakban is ott lesz a férfi hiúság, ott lesz a férfi ego, amikor azt fogja mondani a férfi, hogy igen, én is lemegyek a konditerembe, én is oda fogok most már figyelni magamra, jobban odafigyelek az egészségemre, jobban fogok odafigyelni, ha otthon vagyok, akkor melegítő ruhát tudok húzni, és nem zavar, ha viszont elmegyek, akkor szépen fel fogok én is öltözni. Mert most lehet látni azt az emberiségen, hogy a szépészetre, a harmóniára, a külvilágra egy kicsit több hangsúlyt fog fordítani, de mind azért nem külsőségek miatt, azért, hogy ő, mint lélek, jobban érezze saját magát. Ami viszont a 2018-as évet még érinti, az, hogy ilyen szépen fel leszünk költöve, többet figyelünk saját magunkra, viszont azért a vénuszi bolygó egy kicsit egy lustaságot is hozhatám. Tehát lesz egy-két olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy hátradülök a fotelembe, megpróbálok pihenni, hát most úgyse fogok fölállni, most nem megyek el sportolni, nem figyelek oda egy-két dologra. Az emberiségnek az 5-10%-a ezt fogja sajnos csinálni. Kicsit ellustul. Ugye a Vénusz kicsit lassabban mozgó bolygó, de pozitív hatásokat ki kellene használni. És egyet ne felejtsünk el. Mi tudunk a sorsunkon változtatni, bele kell magunkat tenni a kellemetlen és a problémás élethelyzetekbe is, és meg kell oldani a problémákat is.
senki nem fog helyettünk oda menni, senki nem fogja helyettünk megoldani a problémánkat. Egy a lényeg, tudjunk hozzátenni a dolgokhoz, tudjunk odafigyelni a saját dolgainkra. Nagyon fontos még, hogyha mi így bele tudunk állni, hogy a környezetünket is tudjuk egy kicsit motiválni. Ők is fogják érezni ezt az energiát, ők is megpróbálnak pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, aki meg a negatív oldalát próbálja erősíteni, ellustulva, nem törődöm, kifogásokat keresem, próbáljuk meg egy kicsit motiválni. Tartson velünk, tudjunk velünk jönni ebbe az évbe. Rengeteg lehetőséget fog takarni ez az év, és itt, hogyha ezt most meg tudjuk ragadni, ráadásul kettes év a Vénusznak az éve, tehát most mondhatni az, hogy az összes pozitív energiát így adja nekünk a Jóisten, és azt fogja mondani, hogy most te rendelkezel vele, hogy elveszed, vagy nem veszed el. Kihasználod a lehetőséget, vagy nem fogod kihasználni a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van annyi pici erő, vagy akár sok is, hogy ezt magunkra tudjuk fordítani. A mi időnket, a mi környezetünkre, a mi helyzetünkre fordítsuk magunkra. Ne engedjük ki a kezünkből az irányítást. Mindenkinek lesz ereje. Mit tartogat még a 2018-as év? Nézzük. Nagyon fontos, hogy akik egyedül vannak, azok párt fognak találni, komoly kapcsolatnak nézhetnek elébe, nagyon ott lesz a lelki töltődés, a lelki harmónia, a minden, ami ezzel kapcsolatos. Akiknek neten már ott van a párkapcsolatuk, azok számíthatnak eljegyzésre, akár esküvőre. Rengeteg baba fog születni ebbe az évben, és váratlanul jönnek ezek a gyerekek. Nem is biztos, hogy mindenki tervezni fogja ezeket a bébiket. Hirtelenjében majd nézzenek körbe a környezetükbe. Azt fogják hallani, hogy ez is babát vár, az is babát vár, ennek lesz esküvője, annak lesz esküvője, eljegyzése, totál váratlan élethelyzetek fognak előkerülni. És ez nem mind nagyon pozitív. Végre örülhetünk annak, ami most történik. A tavalyi év, a 2017-es év egy alapozás éve volt. Nagyon sokan akkor elgondolták, mit szeretnének. Nagyon sok ember eltervezte, de nem tudta, hogy létrehozni, ahogy kellett volna. Semmi baj. Elterveztük, ott van a fejünkben az, hogy nem tudtuk létrehozni. Nincsen ez a probléma. Majd itt a kettes év. Vénusszal társulva. Hozzuk létre, csináljuk meg, menjünk előre, haladjunk. Új gondolatokat, akár munkaterületén, akár párkapcsolatban, akár egészséggel kapcsolatban. Próbáljunk meg pozitívan gondolkozni, próbáljunk meg előre menni. Ilyen energiákat nagyon régen láttunk. Nem is tudom, hogy hány évre megy vissza ez az energia, de én amit tudok is satszolni, ilyen 10-12 éve voltak ilyen jó energiák. Végre nem a háborúskodás lesz, végre nem az lesz, hogy gyilkoljuk egymást, hogy öljük egymást, hanem egy kicsit az emberiség össze tud fogni. Nagyon nagy hangsúlyt kap azt, hogy egy az egybe kézen fogva, együtt haladva, párosan, vagy akár többen, láncszerűen összefogva haladjunk ebbe az évbe előre. Akinek olyan tervei vannak, hogy a párját el akarja venni feleségül, nyugodtan megteheti, akár tényleg eljegyzéssel indulhatnak, utána esküvő lesz belőle. Nem látom azt a gyűlöletet, nem látom azt a problémákat, hogy az emberek kihátrálnának a problémás helyzetekből. Nem ez lesz a jellemző. Az lesz a jellemző, mint régen, visszamenőleg, akár anyáink, vagy akár nagyanyáink idejére is. Nem az lesz, hogy gyorsan váljunk el, és gyorsan menjünk széllyel, és próbáljuk meg letenni a problémákat, hanem pont az ellentétje. Hogy oldjuk meg, mit tudunk tenni, mit tudunk létrehozni. Nagyon nagy változások jönnek. Sokan azt fogják mondani, akik meg totál ki vannak égve, akiknek már mondhatom azt, hogy az utolsó időszakuk volt, és a tavaly évben, amit lealapoztak, ez akár pozitív, akár negatív oldalról, azt ők meg fogják valósítani. Jó pár embernél viszont lesz válás. De ez nem ez az év hozta meg, ez már a tavalyi év meghozta nekik. Már a tavalyi évben le volt fektetve, hogy a házasságuk tönkre fog menni. Ebbe az évben föltehetik a pontot az íre, hogy itt volt a vége, behagyjuk a válási papírokat, mindenki menjen a saját útjára, de miért? Azért, mert a 2018-as év
új párkapcsolatot hoz ezeknek az embereknek. Azt fogják mondani, ugyan már nem vagyok én felkészülve az új párkapcsolatra, nem vagyok rákészülve a dolgokra. És mit fog hozni a Jóisten? Még fog adni a Vénusz éve, mit fog adni a kettes évünöknek? Egy új lehetőséget. Újra boldogok tudnak lenni, újra le tudnak ülni, és harmóniában tudnak majd élni magukkal. Csak annyi, hogy ne az elkeseredettség legyen rajtuk, hanem az, hogy tudjanak egy új párkapcsolat felé teljesen bizalommal nyitni. Ez valakinek már februárban meg fog történni, valakinek csak szeptemberben, októberben fog megtörténni. De tudják, ami késik, az nem múlik. Akár az év utolsó napjaiba is megtalálhatjuk az életünk nagy szerelmét, az életünk párját, akár az utolsó hónapban megszülethet majd az a bébi, akire annyira vártunk, akár az utolsó időszakban, december 24-én vagy 31-én a kedvesünk megkérheti a kezünket. Egyetlen felejtsünk el, a 2018-as év nem januártól júniusig tart, hanem január 1-től december 31-éig tart. Nagyon sokan szoktak jönni azzal a kéréssel, hogy Nadin, hát mondd már meg nekem, hogyha itt vagyok, és hajtom ezt az évet, már március van, április van, de még nem jött el az igazi szerelem az életembe. Erre csak azt tudom mondani, hogy nem 3-4 hónap egy év, hanem 12 hónap. Tudjunk várni, tudjunk türelmesen kivárni az időszakunkat. A Jóisten soha nem sietett, soha nem késett sehonnan, mindig mindenhova időbe odaért. És mindig mindenki időben megkapta, sajnos a negatívat is, és örülhetünk annak, hogy a pozitívat is. Ebben az évben is ugyanígy lesz. Én mindenkinek annyit tudok mondani, hogy merjenek gondolkodni, merjenek tervezni, merjenek nagyobbat is lépni, amit eltervezte, mert én úgy látom, hogy pozitív irányba megyünk. Akiknek a munka van benne az életükbe. Mert nagyon sokan ugye a párkapcsolatban megtalálták a helyüket, párkapcsolatban jól vannak, nagyon sokan terveznek munkába. Mivel hogy jó energiák vannak, pozitív energiák vannak, így azt gondolom, hogy aki váltani szeretne, akkor az nyugodtan váltson. Ne ijedjen meg az új dolgoktól, ne ijedjen meg a kihívásoktól, ne ijedjen meg a feladatoktól. Új gondolatok nagyon sok embernek a fejében meg fognak születni, nagyon sok mindenki arra fog gondolni, hogy mi lenne, ha váltanék, szakmát váltanék, mert elég volt. Csak mondok valamit, most már nem akarok A játékos lenni, most már ki akarom próbálni a B játékosnak a szerepét. Próbáljuk meg. Ami nagyon fontos, azért ne essünk tévhitekbe, hogy alapozzuk le. Nem fejvesztve rohanunk, nem türelmetlenkedve, nem az, hogy pénteken fölállok az egyik székből, és hétfőn beülök a másik székbe. Lesz ilyen is. Lesz ilyen ember is, aki így fogja csinálni. Kicsi rizikófaktor benne van, de hagyjunk időt ezeknek a dolgoknak. Hagyjuk meg azt, hogy jól össze tudjuk állítani a saját kis életünket. Valakinek külföldi munkalehetőség fog jönni. Akinek külföldi munkalehetőség bejön az életébe, ragadja meg, próbálja meg. Nem biztos, hogy elsőre létrejön azt, amit ő tervez. Lehet, hogy másodikra vagy harmadikra, de én most egy kitartást kívánok. Lesz olyan, aki hátra fog dőlni, és azt fogja mondani, hogy én nem mozdulok meg a munkahelyemről, mert nekem ez így jó. Ha neki így jó, akkor a családjának, a barátainak szintén legyen jó. Fogadjuk el, tudjuk elfogadni azt, hogy ő nem akar tovább lépni, nem akar abból kimozdulni. Mert valaki jól érzi magát így, ahogy van. Nem kell mindenkinek változtatni. Nem kell mindenkinek akár új párt keresni, akár a régihez visszamenni, akár a házasságot megújítani. Valakinek úgy jó az élete, ahogy van. De nem mondom azt, hogy aki csak így leül az asztalhoz, vagy a fotelba, hogy az nem fog mozgolódni. Az, ott is lesznek változások ebbe az évbe. Váratlan fordulatok fognak jönni. Térjünk vissza a munka területére, mert ugye azt kezdtem el itt az előbb ecsetelni. Tehát, aki változtatni szeretné, nyugodtan változtathat, aki benne marad a régibe, benne maradhat, de lehetőségeket, nézzük meg, mik vannak.
Ne engedjük el a lehetőséget. Ne engedjük el azt, hogy ki a kezünkből, ami ott van. Én úgy gondolom, hogy mindenki egy nagyon jó energiával fog rendelkezni. Aki egy kicsin lejjebb csúszik, lejjebb enged, vagy egy kicsit depresszióval fog esni, az gyújtson magának egy piros gyertyát, hogy energiát tudjon belőle meríteni. A piros gyertyai mindig egy energiaszint növelésre használjuk, itt nem csak a szerelmi életet vonza be, hanem az energiánkat is megemeli. És ilyenkor ez kimondtan nagyon jó, amikor azt tudjuk mondani az embernek, hogy na végre érzékelem azt, hogy történik valami, illetve piros italnak a fogyasztása. Itt gondolok akár a medlére, akár a paradicsomlére, akár áfonyára, eperre, bármi, ami pirossal kapcsolatos. Nem mondom azt, hogy vörösbort nem ihatnak, de a vörösborból maximum egy decit. Behozza az energiát, de ne olyan energiát hozzon le, amikor már a földön csúszunk, mászunk. Tehát a vörösborra oda kell figyelni. Ami még fontos, és itt nem csak amúgy a munkáról beszéltünk, hanem a testi és lelki fejlődésekről. Először beszéljünk egy kicsit a testi fejlődésről. A 2018-as év, amit mondtam, hogy a Vénusznak az éve, a nők szépülni fognak, a férfiak is adni fognak magukra. Ezáltal érdemes lesz elmenni, egy kicsit sétálni, úszni, edzőterembe járni, mozogni, átmozgatni minden területünket a testünkön. De ne csak januárba, ne csak februárba, minden egyes hónapba fordítsunk rá 6-8-10 alkalmat legalább, hogy mozog az ember. És miért mondom ezt a 6-8-10 alkalmat minimálisra? Azért, mert én tudom azt, hogy az ember minden nap nem tud mozogni. Viszont minden második, harmadik, negyedik nap azért el tud menni tényleg egy kiadósat sétálni. Akár lemenje edzőterembe, tornázni, mozogni. A férfiak ugye általában szeretnek gyúrni, teniszezni, úszni. Bármilyen sport az, hogy mozgassa át az izomzatunkat. Ugye ezek az energiák most ugye nagyon jól tudja hasznosítani a szervezet. Voltak olyan energiák, amiket nem tudott úgy létrehozni a univerzum az emberi lélekkel. És mi történt? Hajtott az ember, nem tudott úgy fogyni, nem tudott úgy alakulni, nem úgy sült el egy-két embernél ez a dolog, ahogy ő ezt eltervezte. Most viszont. A nők, akik fogyni akarnak, jól tudnak majd fogyni. Nem kell arra figyelni, hogy úristen, most megettem egy szelet csokoládéval többet. Megeheti, úgy is le fogja mozogni. Le fog menni az edzőterembe, érezni fogja azt a motivációt, hogy igen, most el kell mennem, akár sétálni, akár korcsolyázni, teljesen minden, tehát csak tudjam lemozogni. Jó energiákból adódóan érdemes odafigyelni a vitaminokra. Azért a vitaminokat ugye szedjük, nagyon fontos, ugye ezt el szoktuk mondani kis kolléganővel is, a C-vitamin, a szelén, a cink, a D-vitaminnak a hiánya problémákat okozhat, K-vitamin, magnézium, kalcium, nagyon fontos lételemek, A-vitamin a szemnek, E-vitamin, akár a bőrnek, akár a szemnek, oda kell ezekre figyelni. Ezek most mind nagyon jól be tudnak épülni a szervezetbe. De ez mindenkire vonatkozik. Amit lehet, ígyunk egyre több zöld teát, lugosító teákat, lugosítsuk le a szervezetünket. Nagyon jól tudja a szervezet most hasznosítani ezeket, akár a vitaminokat, akár az ásványi anyagokat, akár az antioxidánsokat. Jó, röviden és tömören ennyit, hogy a fizikai testünket tudjuk korbátabbá tartani, tudjunk egészségesen táplálkozni és mindenre odafigyelni. De mi a lélekkel? Hát 2018, hát az csak szép, az csak jó. Nagyon sok embernek nyílik ki a csakrája egyre jobban, nyílik meg a ráérzése dolgokra. Már tavalyi évben is egyre többen jöttek el hozzám, hogy Nadin, hát valami történt velem. És itt nem csak a nőkről beszélek, férfiakról is. Nadin, nekem van egy ráérzésem dolgokra, hát ez hogy történhetett meg? Mi történt a világban? Azért, mert ugye az energiák egyre jobban elkezdtek felerősödni, 2015-16-tól egyre brutálisabban jönnek a kinyílások, egyre több ember érzi azt, hogy van bennem valami, ami előre visz, ami mutatja az utat, ami irányít engem, ami
amit tényleg a pozitív oldalamat tudja behozni, és tudom erősíteni. Nem az a fontos, hogy mennyi pénz van a pénztárcámban, hanem az a fontos, hogy az emberekkel szót tudok érteni, minőségi beszélgetéseket tudok végrehajtani, végre egy hullám hosszan tudok lenni az emberekkel, és hogy a megérzéseim működnek. Hát azért, mert elkezdtek kinyílni az emberek, és a 2018-as év még jobban nyitja az embereket. Még több információkat fogunk kapni, még több ember fogja azt érezni, hogy Úristen, mi történt körülöttem. Viszont szeretném megemlíteni azt, hogy akik gyászban vannak, illetve gyászos időszakokat élik 2018-ban, azoknak ezek az energiák nem biztos, hogy úgy fognak működni. Lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogják érezni. Nem látnak, nem hallanak, nincs nekik tisztán érzésük. Ez nem azért van, mert a spirituális erejük leesett, hanem azért van, mert egy gyászos időszakban vannak benne. És aki gyászol, annak sajnos van a lelke. Szomorú, elkeseredett, bizonytalan, diszharmonikus. Tehát nem biztos, hogy be tudja ezeket az energiákat úgy fogadni. Ahogy egy kicsikét vissza tudtunk térni a normál kerékvágásba, és amikor meg tudtuk találni saját magunkat, amikor érezzük azt, hogy végre kicsikét le tudtam engedni, akkor ezek az energiák megindulnak náluk is. Nagyon jól tudnak majd ráérezni dolgokra. Akár érdemes ingázni, akár érdemes kártyázni, akár érdemes ugye belemenni mindenféle gyógyításokba, de én annyit kérek szépen, hogy ne az legyen, hogy elmegyek egy vagy két napos tanfolyamra, és akkor megváltom a világot. Ne erről legyen szó. Aki tényleg komolyan gondolja azt, hogy spirituális útját akarja járni, annak legalább egy-két évet magába kell fordulnia, magába kell néznie, mi az, amit javítani kell magamon, hogy kell alázattal lenni az emberek felé. És nagyon fontos, hogy tényleg szaktudást szerezzen az ember. Ne az legyen, hogy tényleg nagyon sokan, én látom sajnos embereknél, hogy olyan butaságokat tudnak beszélni, olyan dolgokat mondanak, hogy borzasztó, és még el is hiteti a másikkal, hogy az jó, és észre se veszi, hogy karmát von saját magára. És miért? Mert a hülyeséget eladta, vagy elhitette a másikkal, és azzal a másiknak árt. A másik nagyon fontos dolog, mostanság, hogy ezek az energiák kinyíltak, mindenki belemegy különböző dolgokba a spirituális területen. Fontos, ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Ne keverjük össze a pörköltöt a húslevessel és a tortával. Külön-külön, nagyon finom mindegyik. De amikor egybe van keverve mind, abból csak moslék lesz. Nem biztos, hogy az olyan jó hatással van a szervezetünkre. Egyet ne felejtsünk el, hogyha egy utat elkezdünk járni, egy ember lehet 2, 3, 4, 5 dologba is profi és jó. De nem úgy, hogy egybe keverjük. És ezt miért mondom? Mert nagyon sok embernél látom azt, hogy belenyúl ebbe, belenyúl abba, belenyúl a harmadikba, majd a negyedikbe, és akkor azt kérdezi tőlem, hogy Nadi, miért nem működik ez a dolog? Hát azért, mert hogyha egyszer húsleves kértél első fogásnak, akkor először edd meg a húslevest. Utána kikérted a rántott húst sült krumplival, edd meg a rántott húst sült krumplival. Mindegyiknek nagyon finom íze van, mindegyiket meg tudjuk emészteni, meg tudjuk enni. Majd jöhet a habos torta, azt, amit szerettél, és a legvégén jöhet egy csésze üdít, kávé, vagy akár egy pohár üdítő is. De mindegyiket külön-külön. Vagy ne csináljunk, hogy egybe keverjük az egészet. A moslékból moslék lesz. És a moslékot megenni, az nem biztos olyan jó. Amit én utolsó körben mondanék önöknek, egy-két mottót, illetve egy-két gondolatot megosztanék önökkel. A 2018-as évben, hogy jó energiák vannak, nagyon fontos, hogy szeresd magad, hogy önértékeld magad, az önértékelésed rendben legyen, járd be az ismeretlent, járjuk be minden olyan területet, ami fejleszti a lelket, engedjük szabadon a szabad akaratunkat, és tudjuk használni azokat. Ne az legyen, hogy más befolyásol. Próbáljuk meg nemet mondani. Légy képes mindig az együttműködésre ebbe az évbe,
és ha együtt tudsz működni a másikkal, akkor én úgy látom, hogy nagyon nagy előnyöket tud az ember saját magának is létrehozni, és a másiknak is. Nagyon fontos, hogy tudjuk megdicsérni magunkat. Nagyon fontos az, hogy tudjunk mindig megoldást találni a problémánkra. És én úgy gondolom, hogy ez az év ez mindenkinek a pozitívat fogja behozni, hogy válasszuk szét a lényegest a lényegtelentől. Ne legyen az, hogy minden egybe van öntve. És utolsó körben, amit én mondanék önöknek, kedves nézőim, ha 2008-as évnek az elején, 2018-as évnek az elején, nézzük meg azt, hogy mit is szeretnék igazán. Mi az, amit ebbe az évben szeretnék létrehozni? Tanulást, munkát, szerelmet, párkapcsolatot, családot, fejlődést, ingatlanvásárlást, hagyatéknak a lezárása, veszekedésnek a abbahagyása. Döntsük el, hogy ebbe az évben mit szeretnénk. Én nagyon örülök, hogy ma este velem tartottak. Remélem, hogy ezt a 2018-as évet meg tudják ragadni, és a lehetőséget ki tudják használni. Én önökkel leszek, minden hónapba fogok jönni, minden hónapba fogok önöknek segíteni. Tartsanak velem, és nézzenek. Köszönöm szépen a ma estét, mindenkinek minden jót kívánok, jó éjszakát, viszontlátásra, Nadine voltam.